Na, sziasztok, srácok, én vagyok én, és itt vagyunk egy következő videóban, és sziasztok! És most ebben a videóban nem más lesz, mint elmegyünk a Mackie-be kajálni. Nagyon rég voltunk a Mackie-be, és mielőtt a Mackie kis videókat nagyon-nagyon szerettek általában, ezért most vissza fogunk nézni egy új Mackie-be, ugyanis a mi falunkban is nyílt egy új, különleges Mackie. Szóval én azt mondom, hogy nézzünk is be. Sziasztok, csekkoljátok le most a shopomat a különleges PG-t és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Aki esetleg szeretne egy nagyon nagy hatalmas lájkot dobni, az majd akkor tegye meg, amikor elszámolok. 3, 1, 2, 3, és most dobjatok egy hatalmas, nagyon-nagyon nagy lájkot, ha esetleg igazi danisták akartok lenni, és az én barátaim, köszönöm szépen! Vélem, a Dani Galander nevű csatornámon nagyon-nagyon különleges videó fog kezdeni, szóval ez a videó után mindenféleképpen gyertek oda, mert nagyon-nagyon király lesz, nagyon-nagyon különleges lesz, remélem, hogy tetszeni fog. Ott találkozunk! Meg, hogy itt miket fogunk tudni kajálni. Jó napot kívánok, hello! Üdvözlöm, szia, hello! Mondjuk érdekes, hogy sziával köszönöm. Étterem kiszolgáló cucc, a pénztáros. Mi szóljátok? Kérnék egy sajtburger menüt. A sajtburger menü szerintem jó lesz, királyság. Ezt próbáljuk szépen ki, és akkor szépen ennyit kérnék, köszönöm szépen. Mondjuk pénzt nem nagyon hoztam, azt majd minden, majd elmegyek, majd hitelkártyával fizetünk, azt annyi. Na, jó, rendben, köszönöm szépen, addig én ide szerintem beülök, vagy valami, aztán, ó, ide is adta, köszönöm. Ez a sajtburger? Oké, okay, de sült krumpli, kóla, ezt szokták adni a sajtburger menü mellé, nem? Azt hiszem, hogy szoktak. Elég érdekes kiszolgálás van. Ja, menü, hát azt mondtam, hogy sajtburger menü. Én azt mondtam, nem izét mondtam, nem sajtburger mondtam, menüt mondtam, nyugi van. Várjunk, na mondjad, miért várunk? Mire várunk, te nem Dani vagy? Ó, felismertek, milyen menü van? De, én vagyok a Dani, szia! Hello, cső! Én vagyok a Dani, nem Dani, a Dani! Na Istenem, én menü már felismert a izé, a kasszás. Gyere már be, jöjjek be! Mi az, hogy jöjjek be? Miért kéne bejönnöm, vagy mi? Most mi a baj? Most most mi történik? Én nem tudom, mi történik. Hello, mit kell csinálnom? Menj onnan! Ja, hogy ide ment egy random, izé, valaki? Mondjuk érdekes, hogy ezért kiütötted az izét, ezt én visszarakom addig, vagy nem tudom. Na, mi a helyzet? Segítenem kéne? Várjál, segítek, tessék, várjál, kiütjük ezt, és akkor lök ki, várjál, tessék, lök ki, parancsolj. Istenem, wow, jó van, király, nem hittek még Mackie pult mögé, de mindegy, köszönöm. Hát menő! Menő, gondolom. Lefotózhatlak? Ja, persze, gondolom. Simán. Ja, igazából. Állj ide. Oké, ide állok, tessék. Na, menjen, cheese, készen állok. Na, várjátok, így szépen hátrébb. Van, beállok így hátrébb, tessék. Na, mehet a fotó, de ami nem úgy szokták, a közös fotó, vagy valami? Nem tudom, érdekes, nem mindegy. Mi a... hova kerültem? Miért vagyok itt? Miért vagyok itt? Hogy kerültem ide le? Ne szívastok már! Miért kerültem ide le és hogy... hello! Szia! Hallod? Miért zártál engem be ide? Ez mi? Hol vagyok? Szia! Hello! Cső! Wow! Mi az? Te ilyen mániákus vagy? Mi van? Happy Meal menübe leszel? Mi van? Mi az, hogy Happy Meal menübe leszek? Miért leszek én a Happy Meal menübe? Vagy mi? Nem, mivel sokan szeretnék? Ja, szeretnek. Aha! És azért, mert sokan szeretnek, ezért Happy Meal menübe leszek? Vagy mi? És sok eladás lesz, aha. Értem, szóval bezártuk engem a Happy Meal menübe, és újra venni fogják, aha. Értem, jól van. Oké, de figyelj már, ez a gépezet lemásolja. Értem, tehát Happy Meal menübe kicsibe, értem. Szóval Happy Meal menübe leszek zárva, hát ez tökéletes. És ez így nekem ez miért jó? Hol adtam el engedélyt, vagy bármi, érted? Ez nem valami pozitív dolog. Ezt én nem annyira nagyon szeretném, szerintem nem érdekel, aha. Oké, okay, jól van, ez pozitív, tetszik ez az étterem, na ide se jövök többet. Legalábbis ilyetben, amúgy a Mackie az finom. Nézd, mondjad, mi az? Mondjad, mi a... jaj, menőzöld? Nagyon menő, nagyon menő. Jó, most nem hiszem el, komolyan mondom. Én ezt nem hiszem el. Na jó van, de... fú, na jó van, inkább nem is mondok semmit. Ez lesz belőled, pénz lesz belőlem? De jó vagy. Sok arany, köszönöm. Na jó van, oké, hát köszönöm szépen. Úgy van egy ajánlatom, ha ezt nem szeretnéd. Na mi az az ajánlat? Mondjuk nem tudom, hogyha ez egyik lehetőség, akkor már nem tudom, mit izé, kis is lehet figura. Na, hagyjál már. Nagyon elhitted. Valószínűleg ide fogom hozni igen a kutyámat, az még jobb. Né? Na hagyjál már! Biztos, hogy nem!
Na, biztos, hogy nem, elhitted. De szóval hoz. Nem hozom ide! Dehogy hozom ide! Dehogy hozom, megéri! Hagyjál már békén, biztos nem fogom, de tényleg! Húzzál már innen inkább el, jó van? Inkább másolgassál akkor engem, de engem biztos nem fogod a kutyámat ide bezárni, az csak szólok. Oké, másolgatlak, köszönöm szépen! Húristen! Na jó, amúgy húzom már innen el. Menjen már innen, ó, megy fel. Királyság, nagyon jó, hát... Jó volt, oké. Ja, Isten, na jó van, lépjük innen ki amúgy. Nagyon buta, mert nem tudom, észrevette, hogy gyapjú volt, csinálta meg az egészet. Jó. Na jó van, oké. Gyors zárjuk vissza, illegább nem fogunk lebukni. És gyors, nem tudom, ezt így átállítgatom, biztos jó lesz. Na jó van, lépjünk fel, és menjünk innen gyorsan ki, minél gyorsabban, ahogy csak lehet. Jó, ezt gyors, szépen kiütjük, és lépjünk innen el. Jó, oké, jaj, ez étterem, jaj, háttal van. Jaj, menjünk innen el. Jó, oké, oké, kijutottunk azt hiszem. Oké, jól van. Hú, Istenem, wow, azért, na, ilyen is eléggé ritkán van, hogy izé. Na jó, srácok, azt mondom, hogy álljunk rajtuk bosszút, mert ez így nem oké, hogy ők csak így engem megszivatnak. Na jó, akkor szerintem menjünk el ebbe a ruhaboltba, és szépen vásároljunk be egy kamuruhát, és szivassuk meg, ahogy csak lehet. Jó napot kívánok, eladó úr. Jó napot, lehet öntől bérelni a sakruhát? Visszahoznám meg minden, csak kéne valami nagyon gyorsan. Természetesen, jó van, rendben. Igazából utólag fizetnék, hogyha az nem probléma, mert sajnos most nagyon nincs nálam úgymond semmi. Ó, oh, királyság, jó, jaj, ezt nem így kellett volna, ja, Istenem. Na, szóval okés, ezt szépen így felvesszük, nagyon jó, és akkor mondjuk legyen egy ilyen aranycucom. Csak egy nevet adjon, oké, PGT Dani vagyok, majd mindjárt jövök, okés. Na jó van, azt mondom, hogy akkor szépen menjünk megszivatni őket, menjünk vissza, és el fogom játszani, hogy én vagyok az étteremnek a... Izéje, vannak ilyen étterem ellenőrök, nem? Ja, vannak ilyen étterem ellenőrök, és én vagyok ilyen étterem ellenőr, és jól meg fogjuk őket szivatni. Na, szóval, jó napot kívánok, étterem ellenőr vagyok, Muszkói Dániel vagyok, jó napot kívánok, igazán? Igen, az igazolványomat is felmutatnám, látja? Pupu, ott van, látta ön. Hát, üdvözlöm, jó napot! Na szóval, körbe szeretnék nézni a éttermünkben, hogy minden tökéletesen halad el, meg ilyenek, igen. Ja, csak tessék, rendben van. Na nézzük az asztalokat. Úristen, de koszos ez a... Ez undorító. Ez már egy mínusz csillag. Igen, nem látja, hogy koszos? Látja, itt ugrál? Itt látja a lábnyomokat rajta? A sáros lábnyomokat? Látja? Tiszta koszos. Fúj. Úristen. Na, szóval, igen. Hát nézzük is, úristen, maga ilyen közel rakja a székeket az ablakokhoz. Mi van, ha valaki kiesik? Mi van, ha jön egy meteor és belecsapódik az ablakokba? Akkor mindenki tiszta üvegszilánkos lesz, meg ilyenek. Maga hülye. Mi van? Mit hülyőzi? Oké. Lehülyőzi a vendégeket. Oké, rendben van, ez még egy mínusz csillag. Meg az ablak is már csak két csillagos az étterem, csak szólok. Na jó van, nézzük, hulló csillag. Igen. Na, szóval nézzük, hol vannak a kajapótlások? Ahogy látom, nem pótolják a kajákat. Látom, ki vannak fogyva. Oké. Még egy mínusz csillag, nagyszerű, nem kell. Aha. Jól van, mondjuk a következő dolog. Nézzük meg a dolgozókat. Úristen, de piszkos a keze. Jézusom, de nagyon piszkos a keze, nagyon durva. Fúhú, hát ezért nagyon-nagyon durva nagy büntetés fog kapni, csak szólok. Nagyon-nagyon-nagyon durva nagy büntetés. Maga kezd fejidegesteni. Nem, maga kezd engem fejidegesteni, csak szólok. Írom is a jegyzőt könyvben. La, hagyja abba. Nyugalom, na. Szóval, nézzük még akkor mondjuk egy kicsikét körbe. A padló is tiszta piszok, úristen, maga nem hallotta a rendeletről? A vendégeknek, meg mindenkinek másfél méteres távolságban kell lennie. Maga miért áll hozzám ilyen közel, ha? Mit képzel? Miért áll maga? Semmi baj nincs velem. Maga tök közel áll hozzám, látja? Itt van előttem. Miért nem áll másfél méter távolságra? Na mondja! Istenem! Kicsit kezd szerintem kiégni szegény. Na mondja! Miért nem tartja be a szabályokat? Maga őrült! Mi csinál? Jaj, ne! Nem már! Mi csinál? Ez bezár nekem az étterembe. Jaj, nem már! Mi csinál most? Ez most így muszáj? Hallod? Elegem van. Na elhiszem nekem is! Szegény. Jaj, nem már! Ez felmondja az éttermet! Nem már! Ez körbrakja az egész étteremet TNT-kkel? Ja? Oké, gyors, szokjunk már neki. Azt, hogy felrobbant engem, na biztos, hogy nem. Gyors, szokjunk ki, aztán nézzük. Nézzük meg hátulon, bújjunk ide be a meg is izé mögé. Jaj, ott van. Istenem, de őrült. Azt, hogy felrobbant engem. Amúgy eléggé gyorsan kibírtuk rage-elhetetni, mit te mondjak?
Istenem! Na mi a helyzet? Na mi a helyzet? Ja, Istenem! De mit csinál? Ezt kritizált, te fú! És kérdek? Ne hagyj fel! Jaj, menjünk egy kicsit átrébb! Oké. Hello! Hello! Ez szép volt! Jaj, Istenem! Szép az éttermed! Istenem! Ez most komoly? Igen! Hát oké, ez is egy minusz csillag, mert nincs éttermed. Na mit? Na mi van? Mondjad! Na mi az? Tudja mit? Na mondjad! Mi az? Mondjad már! Mondjad már! Mit tudja mit? Na mondjad! Mit tudja mit? Ez komolyan? Szegény meghalt az idegesítő. Jézusom! Na jó! De ő kezdte engem bezárni oda lentre! Istenem! Jó, nem sajnálom, mert ő meg be akartod zárni! Sőt, kist is be akartod zárni, azért az már kicsit túlzás szerintem. Szóval, ja, na jó, srácok, szerintem mondhatjuk azt, hogy meg vagyunk, megcsináltuk, kiszadultunk, bosszút álltunk, még minden, és hát jó, szerintem sikeresek voltunk, ezt szerintem így levehetjük, meg ilyenek. Amúgy nem is derült ki, hogy én voltam. Szegény, hát most már nem fogja megtudni. Na de srácok, köszönöm szépen, hogy jutottak velem ebben a videóban. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, minden. Tagzunk legközelebb, én Dani voltam. Tagzunk legközelebb, még egyszer, ja. És a következő videóm kezdődik a Dani Kanada csatornámon, ott találkozunk. Sziasztok!